így robbantották fel a II. Világháború után a Nemzeti Levéltár tornyát a Budai Várban. Bár helyre lehetett volna állítani, akkor azonban mégis inkább úgy döntöttek, hogy a földdel teszik egyelővé az építményt. A korábbi torony az épület hozzánk közelebbi esőszárnya mellett futott végig. A tornyot most eredeti helyén építik vissza. Az ikonikus torony helyreállítása a Nemzeti Hausmann program részeként valósul meg, és elsősorban turisztikai célokat szolgál majd. Nyilván szeretnénk szervesen összekapcsolni az épülettel, viszont az is cél, hogy a turisták számára valami élményt is nyújtsunk. Nyilván lesz egy olyan típusú funkciója, hogy a turista vagy a látogató fölmehet a toronyba, és onnan a látványt megcsodálhatja a városra, viszont úgy kerül megépítésre, hogy közben a mi tereinket és kiállításainkat is megnézi, tehát szervesen összekapcsolódik azzal a történeti bemutatással, amit itt az épületben láthat ez az újonnan megépülő torony. A levéltár otthonának építése 1913 és 18 között zajlott. Az épület tervezője Petsz Samu volt, aki a levéltár jövőire is gondolva a két világháború között egy új szárny megépítését is felvetette. A tervek azonban csak tervek maradtak, egészen mostanáig. A Petsz által megálmodott épületrész is hamarosan megvalósulhat. Így néz majd ki az intézmény új szárnya. Azt, hogy ez mekkora területen fog megvalósulni, ez nyilván még a tervezés kérdése lesz, hiszen azt szeretnénk átgondolni, hogy egy olyan látogatóközpont jöjjön létre, ami itt a várba látogatóknak, magyar állampolgároknak, külföldieknek bemutatja a magyar történelmet, és olyan programokat kínál, hogy méltó környezetben, megfelelő területen tudják megismerni Magyarország történelmét, a levéltár által őrzött dokumentumokat. A Nemzeti Levéltár raktáraiban rengeteg értékes dokumentumot tárolnak, ezek digitalizálása folyamatosan zajlik. Itt őrizzük a legkorábbi iratokat, a 1526 előtt keletkezett okleveles anyagokat, 1107-ből származik a legkorábbi iratanyagunk, azt is itt őrizzük, tehát ez tulajdonképpen a legrégebbi, legértékesebb okleveles iratanyagunk, a több mint 100 000 Mohács előtti oklevelet, és az 1867 előtt működő közigazgatási szerveknek az iratanyagait őrizzük ebben az épületben. Az intézményben egyre több írásos emléket tárolnak, így egyre nagyobb helyre van szükség. Éppen ezért Óbudán egy új, modern raktár épül majd meg. Ide kerül át a levéltárban őrzött dokumentumok jó része. Ha az új óbudai bázis készen áll, akkor kezdődhet el a II. Világháború után lerombolt torony és a régóta tervezett szárny megépítése, illetve a levéltár átfogó felújítása. A levéltár épülete olyannyira megőrizte a múlt nyomait, hogy az 56-os forradalom idején keletkezett golyónyomok máig látszanak. A tervek szerint nem csak ezeket a sérüléseket tüntetik majd el, de a gépészeti rendszert is korszerűsítik, illetve megújulnak az épület díszítései.